Köszöntöm Önöket, ez az ATV Híradó, Nemes Anna vagyok. Az elmúlt napokhoz hasonlóak a járványügyi adatok, 17 ember halt meg és 117 új fertőzöttet találtak. Karácsony Gergely szerint országos népszavazás is lehet a kínai egyetemről, ami ellen elsöprő erejű a felháborodás. És fényes nappal a Kálvin téren rángatták ki a kocsijából egy autó sofőrjét és utasát, elfogták a gyanúsítottakat. A reggeli adatok szerint az elmúlt napon 17 ember halt meg a koronavírus miatt itthon, és 117 új fertőzöttet regisztráltak. Az összes elhunyt száma 29.883-ra emelkedett. A beazonosított fertőzöttek száma pedig meghaladta a 806.200-at. Jelenleg 591 COVID-beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen. Közben folyamatosan zajlik az oltás, az első vakcinát már több mint 5.278.000-en kapták meg. A hétvégi Fudan Egyetem ellenes tüntetés után Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a kormány támogatja az üggyel kapcsolatos népszavazást. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester híradónknak azt mondta, hogy szerinte visszavonulót fújt a kormány. A kínai nagykövetség is reagált a hétvégi eseményekre. Azt írták közleményükben, hogy durván beavatkoztak a belügyeikbe, és szabotás történt. Ez a terv nem fog így megvalósulni. Igen a diákvárosra, nem a kínai gigaegyetemre. Ez volt a mottója a hétvégi Fudan Egyetem ellenes tüntetésnek. Az eseményen annyian voltak, hogy nem csak a Kossuth tér, de a környező utcák is megteltek. Gulyás Gergely miniszter másnap a Mandinernek azt mondta, hogy támogatják, hogy a budapestiek népszavazáson dönthessenek arról, akarják-e a Fudan Egyetemet. De arról is beszélt, hogy az egyetem ügye közéleti vitára alkalmas formában jelenleg nem létezik. A parlamenthez be van nyújtva két törvényjavaslat, a Fudan, illetve a diákváros ügyében. Baranyi Krisztina szerint új fejlemény, hogy a kormány támogatná a népszavazást. Ugyanis a polgármester szerint Gulyás Gergely néhány hete még arról beszélt, hogy ebben az ügyben nem lehet népszavazást tartani, ugyanis nemzetközi szerződésbe ütközne, illetve nincs hatáskörük rá. Visszavonulásról van szó, ami egy jelentős eredmény, és én azt gondolom, hogy az a hosszú kampány, amit ennek érdekében folytattunk, ugye a népszavazási kezdeményezés, a budapesti konzultáció kezdeményezése, az utcaátnevezések, amely jelenleg szerint Kínának is nagyon fáj. Először a budapesti kínai nagykövetség közleményben azt írta, téves megjegyzések hangoztak el a kínai-magyar baráti együttműködésről, és szerintük ezzel megtámadták Kína politikai rendszerét. A kínai külügyi szóvivő Pekingben pedig újságírói kérdése azt mondta, hogy azt reméli, hogy idézem, Magyarországon az érintettek objektív, észszerű és tudományos megközelítést alkalmaznak, az emberek közötti normális cserekapcsolatok átpolitizálása és megbélyegzése helyett. A Fudan ügy arról is szól. Karácsony Gergely közleményben reagált. Azt írta, hogy idézem, tudomásul veszem, hogy a kínai követség sajtószóvivője a belügyeikbe való beavatkozásnak veszi, ha olyan szavakat használok, mint demokrácia, jogállam, emberi jogok. De mivel én ezekben hiszek, ezeket fogom használni ezután is. Megkeresésünkre reagált a külügyminisztérium. Azt írták, hogy a kormányt a külpolitika alakításában kizárólag a magyar érdek vezérli. Ez azonban sajnálatos módon a baloldalnak nem jelent semmit. A baloldal folyamatosan támadta és támadja a vakcina beszerzést és Kínát, amivel a magyar emberek életével szórakozik, írja a minisztérium. Napokon belül elkészül az ellenzéki vezetők közös levele a kínai elnökhöz, amiről jelenleg egyeztetés folyik. Ebben azt írják, hogy nem kérnek a Fudan Egyetemből és az 500 milliárd forintos adósságból sem, amit a beruházás jelentene a magyar adófizetőknek. Karácsony Gergely főpolgármester az egyenes beszédben kijelentette, biztos, hogy nem fog megépülni a kínai egyetem, ha a jövő évi választás után ő lesz a miniszterelnök. Hozzátette, szerinte visszatáncolt a kormány, mert az összes eddigi felmérés azt mutatja, hogy a beruházással szemben elsöprő erejű a felháborodás. Karácsony Gergely azt sem zárta ki, hogy a Giga Egyetemről esetleg országos népszavazást tartsanak. Kérdésre válaszolva pedig azt is mondta, az ellenzéki előválasztási kampány mellett marad elég ideje a főpolgármesteri teendőire. Hát nagyon rossz főpolgármester lennék, hogyha nem lennék olyan kollégáim, akikre számíthatok, és akikkel meg tudom osztani a feladataimat. Másrészt pedig a miniszterelnök jelöltségem
mellett, hogy elindulok részben, azért is döntöttem, mert nyilvánvaló az a kormányzati szándék, hogy 22 után ne legyenek érdemben önkormányzatok Magyarországon, nem csak a fővárosban, vidéken sem. Meg kell előzni, hogy újra hidegháborús politika és kultúra alakuljon ki a világpolitikában, írja közleményében az európai Kína politikáról a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint együttműködésre van szükség, nem pedig bojkottokra, szankciókra, leckésztetésre és kioktatásra. Szerinte az európai, ezen belül a német baloldal minősíthetetlen hangon támadja Magyarországot, amiért egyedüli országként megvétózta az unió elítélő nyilatkozatát a hongkongi emberi jogok ügyében. Szerinte a következmények nélküli nyilatkozatai miatt az unió szánalmas papírtigrisnek látszik. A nyilatkozat előzménye, hogy a német külügyminiszter sürgette a külpolitikai vétójog megszüntetését az Európai Unióban. Heiko Maas szerint ugyanis megengedhetetlen, hogy a közös uniós külpolitikát egyetlen ország vétója túszul ejtse. Vizsgálódik az oktatási hivatal Karácsony Gergely nyelvvizsgája ügyében, tudta meg a Magyar Nemzet. A hivatal a Corvinus Egyetemet kéri fel, hogy vizsgálja ki, hogyan dolgozhatott Karácsony Gergely évekig tanársegédként C-típusú nyelvvizsga államilag elismert oklevél hiányában. Karácsony Gergely tegnap az egyenes beszédben arra a kérdésre, hogy van-e nyelvvizsgája, igennel válaszolt. Kihelyezett frakcióülést tart a héten a Fidesz és a KDNP. A kormánypártok parlamenti képviselői szerdától péntekig Debrecenben tanácskoznak majd. Kocsis Máté a Magyar Nemzetnek azt mondta, a fő téma a gazdaság újraindítása lesz, de értékelik majd a járvány elleni védekezést, a parlament idei döntéseit és felkészülnek az őszi ülésszakra. Hozzátette, a frakcióülésen kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet majd részt venni. Hetek óta először nem szakította félbe és nem büntette meg Kövér László házelnök a Jobbik elnökét a parlamentben. Jakab Péter azt mondta Kövér Lászlónak, hogy nagyon jól néz ki, a bajusz és a nyakkendő is a helyén van. Szerinte a kormánypárti politikusok igazi uzsorások, ugyanis magas árak, gyenge forint és infláció jellemzi a munkájukat. Dömötör Csaba államtitkár erre azt mondta, rendkívül méltatlan, gyűlöletserkentő provokátor szerepet osztott Jakab Péter, egy Gyurcsány Ferenc. Ha ismételten átlépi tudatosan azokat a határokat, amelyeket nem illendő a parlamentben, akkor alkalmazni fogom azokat a szankciókat, amelyeket a házszabály számomra rendelkezésre bocsát. Úgyhogy... A Jobbik elnökét a házelnök már felszólalása előtt arra figyelmeztette, hogy nem lépheti át a szabályokat. Ma nagyon jól néz ki, házelnök úr. Hát komolyan mondom, a bajusz, a nyakkendő, minden a helyén van, az ülésvezetés tényleg remek, úgyhogy ha az idegrendszer is bírja a nyomást, akkor szerintem vágjunk is bele. A házelnök most nem vette el a szót Jakab Pétertől. A Jobbik elnöke még felszólalása előtt Facebook posztban üzente meg Kövér Lászlónak, hogy idézem, olyat fogok neki mondani, amit még soha. A Fidesz frakció vezetője pedig erre válaszként azt írta, a kormánypárti frakciók tagjai nem mennek be az ülésterembe meghallgatni Jakab Pétert. A Jobbik elnöke egyébként felszólalásában a bértámogatást hiányolta. Önök adni nem adnak semmit a népnek, csak elvesznek. Még több pénzt, még több barót. Igazi uzsorások maguk egytől egyik. A legrosszabb fajtában. A frakcióvezető úr, hogyha a legközelebb az apró villába jár, nem tudom, hogy milyen gyakran teszi meg, és nem tudom, hogy kére kávét, de hogyha kap kávét, akkor legközelebb gondoljon arra, hogy lehet, hogy még a csésze is a privatizációkból jött össze. Az ülésen Gyurcsány Ferenc is felszólalt. Szerinte a fideszesek úgy viselkednek, mint akik erkölcsi felsőbbrendűséget képviselnek. Óvom önöket, hogy a maguk magatartása és politikája kiinduló pontja és bátorítója legyen egy hideg polgárháborúnak. Túlságosan is élénken él bennünk egy nap emléke, az a nap, amikor önök és maga nem csak fenyegettek, hanem rá is lőttek a saját népükre, és nincs annyi vicces ing, vicces mintázatú ing, lazáskodó videó és fiataloskodó tornacipő, ami felettetni tudná a gumilövedékeket. Az ülés kedden folytatódik, ekkor elfogadhatják a kormány jövő évi költségvetésről szóló javaslatát. Az MSZP azt javasolja, hogy az országgyűlési választások után döntsenek a köztársasági elnök személyéről. Molnár Gyula, a párt parlamenti képviselője az Indexnek, azt mondta, hogy benyújtotta az erre vonatkozó javaslatát. Áder János jelenlegi köztársasági elnök mandátuma jövőre, március 13-án jár le. Az alaptörvény szerint az utódjáról a megbízatás lejárta előtt legalább 30, legfeljebb 60 nappal, vagyis éppen a választások előtt kell dönteni a parlamentnek.
A javaslat elfogadásához 10-szer is módosítani kellene az alaptörvényt. A Jobbik DK szövetség elsősorban Karácsony Gergely ellen irányul, ezt Márki-Zay Péter mondta Híradónknak. A politikus szerint a pártok közti megállapodások elidegeníthetik a választókat az előválasztástól. A visszalépések továbbra is folytatódnak, hétvégén a Momentum jelöltje lépett vissza Tordai Bence javára. Újbudán pedig az derült ki, hogy Gyénimet Erzsébet a legesélyesebb, de a Momentumos Orosz Anna hátránya egy kutatás szerint mindössze 2%. Egy szomorú Berg Dániel és egy vidám Tordai Bence állt egymás mellett azon a sajtótájékoztatón, ahol bejelentették. A Momentum politikusa visszalép Tordai Bence javára, aki így az óbudai körzetben a DK-s Kálmán Olga egyetlen kihívója lesz. Fontosnak tartjuk azt bizonyos körzetekben, hogy ha van egy, nevezzük ezt progresszív szavazótábornak, akkor őket ne osszuk meg. Tehát nyilvánvalóan azért van ilyen jellegű gondolkodás is a pártokban, hogy adott esetben hasonló gondolatvilág az ne legyen túl versenyeztetve. Újbudán viszont már egy Momentumos jelölt szorongathatja meg a DK-t. Az IDEA és az ÁVET közös felmérése szerint a körzetben a megkérdezettek 31%-a Gyénémet Erzsébetet támogatná az előválasztáson, de hibahatáron belül 2%-kal lemaradva áll a második helyen Orosz Anna. Kálmán Olga és Gyénémet Erzsébet mögé is beállt a Jobbik, mint ahogy több más választókerületben is támogatásáról biztosították Jakab Péterék a DK jelöltjét. Ezzel együtt Dobrev Kláráék is támogatnak jobbikos jelölteket az előválasztáson. Ez a Jobbik DK szövetség ez elsősorban Karácsony Gergely ellen irányult, legalábbis az ő leendő parlamenti támogatottságát ássa alá. Márki-Zay Péter nem támogatja a pártok közötti visszalépéseket. Szerinte ez az előválasztás demokratikus felhatalmazását csorbítja. Ha két párt mutyia lesz mondjuk, és annak az eredményeképpen, legfőképpen ennek a két pártnak a jelöltjei lesznek azok, akik leuralják az ellenzéki előválasztást és a 22-es induló csapatot, az nagyon sok ezzel a két párttal annyira nem szimpatírozó, más jelölteket támogató választót elidegeníthet. Horn Gábor politológus ugyanakkor nem lehet kivetni valót az együttműködésekben. Az, hogy ebben folyamatosan vannak taktikai együttműködések, megállapodások, azt én a legtermészetesebb dolognak tartom. Az ellenkezőjén csodálkoznék, hogyha most neki esne ez a mondjuk a választókörzeteként 8 helyen 8 féle jelölt egymásnak. Az ellenzéki egyéni képviselőjelöltekről az előválasztás első fordulójában szeptember 18-a és 20-a között dönthetnek a választók. Még a nyáron elkezdődik Budapesten a Blaha Lujza tér felújítása. Egyebek mellett ezt tartalmazza az a vállalkozási szerződés, amelyet a Budapesti Közlekedési Központ és a közbeszerzési eljárás nyertese írt alá. A beruházással a tér felszíne, az aluljáró felső födém szigetelése és a felette lévő útpálya is megújul. A felújítás 3 milliárd 468 millió forintba kerül. Ebből 1 milliárd forintot a kormány fizet, az összeg nagyobb részét a fővárosi önkormányzat biztosítja. A BKK szerint a teljes felújítás várhatóan másfél évig tart. 219 ezer forintos juttatást kapnak azok a vállalkozók, akiknek nem járt bértámogatás, mivel nincsenek alkalmazottaik, jelentette be Sonda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint. Az államtitkár azt mondta, a garantált bérminimummal megegyező összeget mások mellett például fodrászok, kozmetikusok, idegenvezetők, előadó művészek és autós iskolai oktatók kaphatják. A kérelemre vonatkozó igényléseket a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaira lehet benyújtani. Az egyoldalas dokumentum hamarosan elérhető lesz a kormányzati honlapon és a munka.hu oldalon. Ahogy megérkezett a melegebb idő, már be is robbant a piacokra a szabadföldön termő eper. Alig egy hete még akár 5-6 ezer forintot is elkértek egy kiló eperért, de már akár 1000 forintért is lehet vásárolni a gyümölcsből. A közép-somogyi Kiskorpádon egymást érik az útszélén sátorból vagy napernyő alól kisasztalról epret árusító termelők. Ahogy a tábla is jelzi, 1500 forintot kérnek, de ennél drágában is árusítják a gyümölcsöt. A termelők szerint hirtelen lett sok, ezért megy le az ára. Hát most már lemenőben elég alacsony az ár, már mindenkinek már beérett a szabadföldi epre, és azt árulják, és most már lefelé megy. Sok van belőle most, jelen pillanatban már hirtelen megjött a meleg, és az egyből beérlelt el rengeteg gyümölcsöt.
Ezen a pécsi kispiacon is sok az eper. A város környékén a vajszlói eperre esküsznek a legtöbben, hogy azt érdemes árulni és vásárolni. Lehet venni 1000 forintért epret, 1300-ért, nagyon szépek. Akkor van az ilyen extra eper, Ázsia fajtája van, csak vajszlói musgai tárulok, 1600 kilója, de le is lehet fényképezni, és van 1300-ért közepes eper, az is vajszlói. És tényleg nagyon szép, de sok helyen árulnak már vásárokba, itt ott amott 1000-ért. Debrecenben azt mondják, hogy márciusban még 8000 forinttal kezdték az árusítást, azóta jelentősen csökkent, 1500 forint körül árusítják itt is az eper kilóját, de ez a vásárlóknak még mindig sok. Nem látjuk, hogy hol fog megállni a vége, mert nagyon sok fele panaszkodnak, hogy lefagyott. És hát mi szeretnénk egy 1000 forintnál megállni, hogy befőzésre tudják vinni. De ez sajnos nem rajtunk múlik. Sok helyen szerveztek korábban szedmagad akciókat az eperföldeken, de a legtöbb termelő azt mondta, hogy ezt inkább kihagyják, mert a hozzá nem értő önkéntes szedők több kárt okoztak, mint amennyit fizettek a leszedett eperért. A bíróság elrendelte annak a három rendőrnek a letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy pár napja olyan súlyosan bántalmaztak egy férfit, hogy az életveszélyesen megsérült, írja a Telex. Az eset az egyik budapesti rendőrkapitányságon történt múlt csütörtökön. A férfit garázdaság gyanúja miatt vitték be, az előállítás közben úgy megverték, hogy többszörös bordatörést szenvedett. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség nyomoz, de további részleteket nem lehet tudni. A térfigyelő kamera rögzítette, amint Budapesten a Kálvin térnél hárman kirángatják a kocsijából egy Mercedes sofőrjét és az utasát, majd elhajtanak a helyszínről. A Police.hu szerint az incidens előzménye az volt, hogy az autót eladták, de a vevő nem fizette ki a teljes vételárat. Az autót eladó nő ezért segítségül hívta két férfi ismerősét, és erőszakkal vették vissza a járművet. A nyomozók másnap hajnalban Jász-Nagykun-Szolnok megyében elfogták a három feltételezett elkövetőt. Önbíráskodás gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették őket, és javaslatot tettek a letartóztatásukra. A Katzenbach ügy gyanúsítottjainak letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a fővárosi főügyészség. A volt focistát 2009-ben ölték meg, de a feltételezett gyilkosokat csak most májusban fogták el. A legsúlyosabb bűncselekménnyel gyanúsított férfi védőügyvédje vitatja az ügyészség döntését. Ezen az elhagyatott területen találták meg tavaly októberben a meggyilkolt és elásott Katzenbach Imre holttestét. Az MTK volt futballistájának megölésével három férfit gyanúsítanak, akiket körülbelül egy hónapja májusban fogtak el. Egyikük az ismert énekes Curtis testvére. Felbújtóként Hán Lászlót tartják számon, ügyvédje szerint azonban Védencének nincs köze az emberöléshez. Az ügyfelemet Hán Lászlót tanúként meghallgatták, majd önként alávetette magát poligráfos vizsgálatnak is, és ez negatív eredménye az árult, magyarul azt jelezte, hogy nincs köze az emberöléshez. Az ügyvéd azt mondta, összegyűjtik az ellenmondásokat, és megpróbálják bizonyítani a hatóságokkal vádalkut kötött H. Attiláról, hogy a társait feldobó férfi eddigi 6 vallomása valamelyikében biztosan hazudott. Én úgy látom ezt az egész ügyet, hogy rossz vágányon van jelen pillanatban a nyomozás. Bízom benne, hogy idővel azért erről a rossz vágányról le tudunk szállni. Az eddigi dokumentumok alapján Katzenbach kapcsolatban állt az úgynevezett Eclipse ügy vádlottjaival. Cége fiktív számlákat állított ki a milliárdos áfa csalással gyanúsított vállalkozásnak. A tisztára mosott pénzt azonban Katzenbach kivette a cégből és külföldre távozott. Miután megtalálták és hazahozták, az életével fizetett a felvett körülbelül 500 millió forintért. A fővárosi főügyészség az emberölési ügy gyanúsítottjai letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta. Közben rendőri körökből a Blick úgy értesült, hogy az egyik férfi DNS-ét megtalálták Katzenbach holttestén, pontosabban a köröm alatt. Interjút kértünk a fővárosi főügyészségtől, de csak azt közölték, hogy a poligráfos vizsgálat eredménye ellenére azért indítványozták a letartóztatás meghosszabbítását, mert a megalapozott gyanú mellett a kényszerintézkedés törvényi feltételei is fennállnak. Hozzátették, a bizonyítékokat nem értékelhetik nyilvánosan.
Egy kukában találtak meg két kiskutyát hajléktalanok Szekszárdon. A kölykök azonnal megkapták a szükséges gyógyszereket, és rengeteg bolhát kellett kiirtani a bundájukból. Az állatok karanténban vannak, de már sokan szeretnék őket örökbe fogadni. A két kiskutya már biztonságban van, valaki egyszerűen egy szemetes konténerbe dobta a védtelen kiszolgáltatott kölyköket. Hajléktalanok fedezték fel az apróságokat. Szerencsére a reggeli órákban húzták el a konténer tetejét, így még nem kaptak kőgutát az állatok. Sérülések nem voltak rajtuk, a hajléktalanok a környékbeliektől kértek segítséget. Nagyon, nagyon melegük volt, tehát nagyon sokat lehűltek, és... De adtunk nekik vizet, aranyosak voltak, nem látszott rajtuk semmi olyan külsérelmi nyom vagy sérülés, hogy megsérültek volna a kukában vagy útban ugye ide, amikor ide szállították őket. A kiskutyákat a környéken lakók vitték be a menhelyre, itt azonnal megkezdték az ellátásukat. Mi egy ilyen karanténketrecbe helyeztük el őket, azért, mert ez a legbiztonságosabb számukra, amikor ugye az ember bemosakszik, tiszta pólót húz, kesztyűt, és csak így gondoskodik róluk. És hát így a legnagyobb esély arra, hogy nem betegednek meg, mert egy menhelyen kölyök kutyát tartani, az egy eléggé orosz rulett. Fizikailag ugyan jó állapotban voltak a kölykök, de ápolatlanok és elhanyagoltak voltak, amikor rájuk találtak. Bolhaírtóval tisztították meg a bundájukat és féreghajtóval kezelték őket. Ha az oltásokat is megkapják és megerősödnek, akkor 4-5 hét múlva örökbeadhatóak is lesznek. Az ügyben állatkínzás miatt feljelentést tesznek az állatvédők. Szó szerint a jéghátán is megélt egy elveszett kutya az északi sarkvidéken, ahol egy orosz jégtörő hajó talált rá. A legénység egy tengeri olajterminálnál dolgozott, amikor tagjai észrevették az állatot. Magukhoz vették a fedélzetre, majd később visszaadták a gazdájának, aki már több mint egy hete kereste a kutyát. Szerintük magától nem tudott volna visszatérni a szárazföldre, mert a jég, amin rátaláltak, már sodródni kezdett, ráadásul több repedés is volt a felszínén. Rinocéros született egy izraeli állatkertben. A Ramat Gani Safari Park gondozói azt mondták, hogy egy darabig elkülönítve tartják a kis hím rinocéroszt az anyával együtt, akik csak pár hét múlva csatlakozhatnak a többi állathoz. A leggyakoribbnak számító széles szájú orrszarvú fajhoz tartozó kis jövevény még nem kapott nevet. A déli híradó után is lesz fórum. Somos András várja önöket. Szervusz András, milyen témákkal készültél? Szervusz Anna, változatlanul tartja magát a kínai követség közleményének a témája, amely a szabotás szót és a durva beavatkozás kifejezést használja az ügyben, hogy a magyarok egy része nem lelkesedik a Fudan Egyetemért, és azt mondja, hogy nem is akar eladósodni Kínának. Varga Judit azt mondja, hogy jogosan kapnának kártérítést azok 52-en fejenként 862 euró értékben, akik 2006-ban a rendőratak sérültjei voltak. És hát a tegnapi országgyűlésből is van egy témánk, Jakab Péter elmondhatta, hogy rendben van a zakó, rendben van a bajusz, és végül is hát abban összegezhető az ő felszólalása, hogy a kormánypárti képviselők uzsorások. Köszönöm szépen, András, most tehát ezekkel a témákkal jön a fórum, maradjanak velünk. Friss hírekkel legközelebb 17:25-kor jelentkezünk, én mára megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!